Varga Ferenc az elmúlt század 30-as éveiben családjával együtt megtapasztalta a kisebbségi léthelyzetet, valamint az ebből fakadó megkülönböztetést és kirekesztettséget. Ebből adódik, hogy szeretne segíteni a kisebbségi sorban élő rászoruló embereknek. Mivel, hogy én is Belgiumban éltem, és akkor tudom, mi az a másodrendű állampolgárnak lenni, tudom jól, hogy a külföldi magyarokat is ugye igyekeznek itt is asszimilálni. Én azt szeretném, hogyha összetartoznánk. Az, hogy mi magyarunk, ne érezzük ki, akik a határon túl is vannak, ne érezzék azt, hogy ők kisebbségben vannak. A 88 éves nyugdíjas mérnök és autodidakta festő örökölt pénzéből két nehéz helyzetű, egyaránt csallóközkürti családot, a Fóti lányokat és a Rafael családot részesített 250-250 ezer forintos támogatásban. Rafaelék három gyermekkel élnek egy helyiségben, ahol áram és vízellátás sincs. Tisztelettudó, igyekvő emberek hírében állnak. Dolgozok szépen, tehát gerebjézek, betonyozok, parkot szépen, megcsináljuk, buszmegállót is. Varga Ferenc Kárpátaljára 1 millió, Felvidékre, Erdélybe, Vajdaságba és Muravidékre pedig 500 000 forintot adományozott. Dunaszerdahelyi kiállítását december 19-éig lehet megtekinteni a Csemadokházban.